Mutati Kádár riportunk után, de már a riport alatti százával jöttek az üzenetek Kádárról. Csak a komment folyamból össze lehetne állítani egy egész estés nagy filmet Kádár János szokásairól. Még itt álltam a stúdióban, amikor volt pekingi tudósító kollégám Lacik Zoltán, akivel együtt dolgoztam a kínai fővárosban még 1996-ban, jelezte, hogy Kádár soha nem ivott sört, csak fröccsöt és konyakot. Na ennek is utána néztünk, és igaza volt a kollégának. Ugye a kérdés az továbbra is, hogy puritán volt-e Kádár János, vagy csak a korabeli lakály média állította be annak. Amikor egy héttel ezelőtt befejeztem a Kádár János utazásairól szóló riportomat, úgy gondoltam, hogy egy jó darabig nem fogok újra foglalkozni a hajdani pártvezérrel. Csak hogy a Facebook oldalunkon ritkán látható kommentáradat indult el, amelyből rájöttem, hogy Kádárról mindenkinek van véleménye. Ilyen vagy olyan? Hogy pontosabb legyek, nagyon ilyen, vagy nagyon olyan. Különösen izgatott vagyok, mert még én személyesen nem találkoztam Kádár elvtársal. Azzal a Kádárral, akiről egy fél ország gondolta akkoriban, hogy mérhetetlenül puritán. Ezt és ennek az ellentétét is megtapasztalhatta az a Koska János, aki 1970-től volt Kádár állandó pincére annak útjain. A vírus veszély miatt személyesen nem mehettem most el hozzá, de telefonon szívesen mesélt. Voltam vele Prágában, Varsóban, ilyenkor kijött mindig a vonat személyzetet, a vendéglátás személyzetet. Köszöntötte, kezet fogtunk, és akkor megkérdezte, hogy öftársak, mit fogunk enni. Egyébként mindent megevett, bármit, amit elétettünk. Egyre kellett figyelni, akkor még divat volt a éttermi asztalokon a hamutartó, hogy mindig legyen hamutartó, mert nagyon erősen dohányzott. A hajdani felszolgáló azt mondja, hogy amikor megismerte Kádárt, akkor az még mezítlábas, azaz füstszűrő nélküli szimfóniát szívott. Később orvosai tanácsára tért át a szűrősre. Arra, hogy mit ivott a pártvezér, nagyon jól emlékszik Koska úr, hiszen rengetegszer töltötte meg a poharát. Monintex által forgalmazott badacsonyi kéknyelűből fröccsöt, ez volt a leggyakoribb ital, amit fogyasztott. Néha-néha rövid italban, akkori időkben a Cabinet brandy volt viszonylag jó márkájú, de bármit megívott, amit kínáltunk, de én sört soha nem láttam, hogy fogyasztott volna. A múlt héten már megmutattuk a Kádár vonat kis tárgyalóját, amelyet külön az ő kérésére alakítottak ki, hogy tudjon útközben is sakkozni. Hajdani pincére azt mondta, hogy ezen az asztalon inkább kártyáztak. Én sokkal többet láttam multizni, mint sakkozni. A sakkozáshoz ahhoz elmélyült csönd kell, figyelem kell, gondolom én. Az ulti meg egy társas játék, pénzbe játszottak, ilyen filléres alapon. Rossz nyelvek szerint nem is lehetett a politikai bizottság tagja az, aki nem tudott ultizni. Állítólag csak akkor volt feszült a hangulat a kormányvonaton, amikor a Szovjetunióba kellett menniük. Kádár ugyanis tartott kicsit feletteseitől, vagyis a szovjet elvtársaktól. De vajon hogyan látták azok Kádárt, például Gorbacsov? Gorbacsov írt hozzá előszót, az első könyv, amihez előszót írt. Zolcer János kollégánk a közelmúltban írt könyvet Gorbacsov titkai címmel. 2000-ben ismerkedtünk meg, és azóta 5 éven keresztül együtt dolgoztunk egy projekten, azóta rendszeresen, havonta, fél évente találkoztunk, meglátogatott még annak idején a müncheni otthonomban, járt nálam Budapesten, múlt héten beszéltem vele telefonon, tehát nagyon jó kapcsolatban. És hogy van? Rosszul. 89 éves, beteg, mindenféle kor gyötri. Gorbacsov volt az első olyan szovjet vezető, akinek már nyugati értelemben vett marketingje is volt, vagyis megpróbálták demokrataként eladni a nemzetközi közvéleménynek. De azért évekig ő volt a keleti blokk nagyfőnöke. Az úgynevezett szocialista országokban semmi komoly dolog nem történhetett az ő jóváhagyása nélkül. Mint Zolcer Jánostól megtudtam, Gorbacsovot Leonid Iljics Brezsnyev, vagyis a szovjet kommunista párt korábbi nagyhatalmú vezére, külön felkészítette Kádárból Kádárra. Brezsnyev többször hangsúlyozta a Gorbacsovnak, hogy tart Kádártól, fél tőle, fél attól, hogy ne adj Isten, Kádár egy nyugati utaspolitikát folytat. Akkori gulyás kommunizmust azért nyugaton népszerű volt, a nyugat befogadja őt, és ennek következményei lehetnek.
Például az, hogy Kádár megpróbál majd egy kicsit függetlent játszani, vagyis a Szovjetuniótól önállóan politizálni. Valóban voltak ennek jelei, Kádárt ugyanis sok helyen fogadták. Járt például Párizsban. Kádár János és Valéry Giscard d'Estaing ugyan már találkoztak egyszer Helsinkiben, ám a két ország kapcsolataiban a legmagasabb szintű hidat az első magyar-francia csúcstalálkozó építette ki. Sőt, még az akkori római pápa is fogadta, egy kommunista vezér a pápánál. No, ez korábban biztosan elképzelhetetlen lett volna. A kamerák csak a svájci gárda tisztelgését, az első készfogásokat örökíthetik meg. A Szentszék kapujánál véget ér a sajtó munkája. Kádár János magánlátogatást tesz 6. Pál pápánál. Sőt, 1986-ban még a Time magazin címlapjára is oda került a magyar pártfőtitkár. Mindezt elnézték neki Moszkvában. Zolcár János akkoriban Csehszlovákiában élt. Ahogy mondja, vágyakozva tekintettek Magyarországra, amely akkoriban szerinte majdhogy nem liberális államnak tűnt. Én emlékszem, hogy ugyanakkor, amikor egy magyarországi többször utazhatott nyugatra, mi még Magyarországra is csak évente kétszer jöhettünk. Szóval ez gyakorlatilag tényleg a legvidámabb baraknak tűnt még innen a szomszédos országból is? Abszolút, onnan aztán végképp. Tehát mi akkor felnéztünk Magyarországra, hogy hú, de jó lenne legalább úgy élni. Vizinger István a Hét című akkori MTV-s műsor műsorvezetőjeként és riportereként többször is Kádár közelébe kerülhetett. Ez egyébként nem volt könnyű, mert a legfelsőbb politikai vezetők nem nyilatkoztak, és nem is nyilatkozhattak bármikor. A tévének éves nyilatkozati tervet kellett készíteni, és attól csak ritkán lehetett eltérni. Azt például mindig előre tudni lehetett, hogy május 1-én Kádár nyilatkozik a tévének. Mindegyik május 1-je előbbre vitte valamivel a munkásosztály dolgozó népvégét. Ez a kép 1975-ben készült Szombathelyen. Kádár fát ültet, Vizinger pedig a kép szélén lógatja be a mikrofont, hogy felvegye, amit közben a pártvezér mond. A riport elkészült, de nem mehetett le csak úgy. Előbb megnézték az agitproposok, vagyis az akkori cenzorok. A megbeszéléseket mindkét részről termékenyeknek, jelentős kihatásúaknak értékelték. Ma már majdhogy nem komikusnak tűnhet Kádár és Ceausescu 1977-es találkozója. Azt tudni kell, hogy nagyon nem szerették egymást, sőt, Kádár nem is volt hajlandó Budapestre beengedni a román diktátort. Kompromisszumos megoldás volt Debrecen. Ceausescu ragaszkodott hozzá, hogy ő repülőgéppel jött Nagyváradról, ami, ha jól emlékszem, akkor 50 kilométernyi távolság volt. Kádár viszont egy az ő szokásos külön vonatjában ment Debrecenbe. És amikor Ceausescu az esti híradóban meglátta, hogy a Kádár vonattal érkezett, akkor ő azt mondta, hogy akkor ő mégse repülőjön, hanem vonattal, viszont Kádár annyit reagált erre, hogy ő kimegy a repülőtérre és ott várja, ha már ragaszkodott hozzá, akkor jöjjön repülővel. De miért akart a román vezér repülővel jönni alig pár 10 kilométerről Debrecenbe? Nagyon egyszerű oka volt, fényezni akarta magát. Megérkezett a repülőtérre, ő arra számított, hogy közben az úton éjjelző tömeg fogja őt fogadni, ehhez képest egy iskolát rendeltek ki, akik lobogtattak egy magyar-román zászlót, de nem volt fölhajtás a repülőtéri fogadáson. No de mi lesz a csókkal? Ugye akkoriban nagy divat volt, hogy a különböző országok pártvezérei szájra puszival üdvözölték egymást. Kádár és Brezsnyev cuppantása azóta is a mémgyártók egyik kedvenc jelenete, csak hogy Ceausescut nem volt hajlandó megcsókolni Kádár. Az MTV elnöke előre szólt a szerkesztőknek, hogy aki beteszi a tudósításba a csókot, az másnap mehet a munkakönyvéért. Nézzük meg a filmhíradó ránk maradt tudósítását a jelenetről. Ceausescu megjön, kezet fognak, egymáshoz hajolnak, majd jön a vágás. Sosem tudjuk meg, hogy volt-e csók vagy sem. A másnapi nagyváradi találkozó azután már nem nélkülözte a fényes külsőségeket, ott már tele voltak az utcák kirendelt integetőkkel, de ettől még nem lett barát a két pártvezér, sőt, alaposan összevesztek. Persze ez titkos volt. Vizinger is csak Kádár akkori irodavezetőjétől, Katona Istvántól tudta meg, hogy mikor fagyott meg a két politikus között a levegő. A tárgyalások közben ez a mondat hangzott el Kádár János szájából, hogy Ceausescu elvtárs, mi csak azt szeretnénk, hogyha romániai magyaroknak annyi demokrácia jutna, mint a romániai románoknak. És ezzel biztossá is vált, hogy a román vezér sosem jöhet többé Budapestre hivatalos látogatásra. De most térjünk vissza egy korábban felvetett kérdéshez.
puritán volt Kádár, vagy nem volt puritán? Vajon, hogy ez tudatos döntés volt, azon így eltöprengtem. Tóth Eszter Zsófia történész régóta kutatja Kádár életét. Azt mondja, hogy a pártvezér bizonyos dolgokban valóban puritán volt, mert mondjuk tényleg szerette a krumpli levest és tényleg olcsó cigit szívott. De az is valószínű, hogy volt ebben a puritánságban egy jó adag tudatosság is. Ma azt mondanánk, hogy ezt a brandet építették fel neki. Azért fontos ez, hogy ő mit közvetített, tehát ezt a puritán imidzset, mert ez nagyon nagy hatással volt a magyar társadalomra, és úgy gondolom, hogy ez mind a mai napig hat. Ebbe az imidzsbe bőven belefért az is, hogy sűrű jelent meg az emberek között, és együtt cigarettázott, vagy együtt színházazott velük. Teljesen véletlenül gyerekkoromban láttuk őt szilveszterezni, egy szilveszteri színházi előadásra, a Thália Színházban volt egyszer egy Városliget, ez egy könnyed darab volt, és annyit lehetett látni, hogy ő maga is ugye bejön a színházba, mögötte van két biztonsági ember, de semmi felhajtás nem volt. Igazából ez gyerekként látva olyan képtelenségnek is tűnt, hogy Kádár János ugyanott van szilveszterkor, ahol mi is. No és akkor jöjjön az örök kérdés. Tartott tyúkokat Kádár az udvarában, vagy nem tartott? Tartott tyúkokat. Ez számára nagyon fontos volt, hogy minden nap hozzájuthasson a friss tojáshoz, ami ugye az ő saját tyúkjaitól keletkezik. Ennek is van ugye egy óriási szimbolikája, hogy neki ez volt a fontos. Tehát nem az volt a fontos, hogy mondjuk egy magánhelikoptere legyen, mondok ugye most egy extrémebb példát. Mielőtt azonban lepuritánoznánk Kádár Jánost, mondjuk el, hogy ezeket a tyúkokat Budapest egyik legszebb panorámájú házának udvarán tartotta, a Rózsadombon. Ma így néz ki a ház. A földszinten lakott Kádár és felesége, az alaksorban a házvezetőnő és a kormányőrök. A szobák falain Derkovics, Dési Huber és Ripple Rónai festmények lógtak. Ez pedig már Balatonaliga és a hajdani, ma már igen romos Kádár nyaraló. Ez az épület csak és kizárólag az övé volt. Ezeket a felvételeket 3 éve készítettem itt. Akkor még bizonytalan volt a ház sorsa, most úgy tűnik, hogy egyelőre megmarad. Mint ahogyan megmarad az a sziget is, amelyet innen csak pár 10 méterre építettek a Balatonba, szintén kimondottan Kádárnak. Állítólag azért, mert innen jobban tudott horgászni, mint a partról. Szóval nehéz megmondani, hogy puritán volt vagy nem. Örök vita ez, és nem én fogom eldönteni, hogy puritán volt, mert csak egy egészen kis szigetet építetett magának a Balatonban, vagy harácsoló, mert közpénzből szigetet építetett magának a Balatonba. Van egy régi mondás a szakmánkban, amely szerint a kutya és a gyerek mindig siker. Mondhat róluk bármit a riporter, úgyis meg fogják nézni, és úgyis szeretni fogják a nézők. Nos, Kádár János ennek nagyjából az ellentéte, mert hogy bármit mondhat a riporter, az valakinek úgysem fog tetszeni. Mert hogy Kádár János nem lehet csak úgy szemlélni. Kádár Jánosnak vannak tisztelői, rajongói, és vannak útállói, és valahogy a kettő közötti részt nem tapasztaltam. Úgyhogy most is felkészültem mindenre, jóra, rosszra, de főleg rosszra. Egy dolgot ettől függetlenül szerintem nem szabad tennünk. Elfelejtenünk azt, hogy volt egy Kádár János nevű politikusunk, és őt pedig magyarázhatjuk így is, és magyarázhatjuk úgy is. A heti naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. A témát különben a jövő héten lezárjuk, megkerestük Moldova Györgyöt, akivel a jövő héten interjúzik majd Zoli.